Az M6-os autópálya, az épülő ipari park és az alig 20 kilométerre fekvő bajai kikötő is vonzó lehet a vállalkozások számára Bátaszéken. Az itt működő agrárlogisztikai központ is ezért települt ide. A város számára is fontos a környéken dolgozó mezőgazdasági vállalkozásokkal való együttműködés, különösen a jelenleg futó ipari parki fejlesztés és a benne épülő hűtőház miatt. A mostani gazdafórumon a műtárgya forgalmazás kérdései kerültek terítékre, mert ahogy ezt Dávid Tamás, a logisztikai központ tulajdonosa elmondta, olyan termékről van szó, melynek árváltozásai nagyban befolyásolják a gazdák lehetőségeit. Ezért fontos a megfelelő információ eljuttatása a termelőkhöz. Tolna megye délnyugati része, ahol most is vagyunk, a sárközi régió, ez egy elég kukoricás övezet, egy intenzív növény a kukorica, sok műtrágyázást igényel, úgyhogy azt gondolom, hogy optimális a bátaszéki telephely, olyan szempontból is, hogy az M6-os autópálya 1 kilométerre van tőlünk, a vízi úszályozás baja 25 kilométerre van, tehát az áruk mozgatása szempontjából is a legkényelmesebb számunkra is és számukra is. Bozsonyi Róbert polgármester véleménye szerint fejlődésnek indultak a mezőgazdasági területen működő vállalkozások, akikkel a város a továbbiakban is szoros együttműködést tervez. Ez egy fejlődésnek az első lépése, hiszen ráépülve újabb mezőgazdasági vállalkozások, feldolgozók létesülhetnek Bátaszéken. Ennek az első jelei már mutatkoznak is, hiszen a bátaszéki jelenleg épülő ipari parkban egyrészt a város épít egy agrárlogisztikai központot, másrészt már megállapodás van egy gyümölcsfeldolgozó megépítésére is, mint helyszín. Bízom benne, hogy ezek a közeljövőben meg tudnak valósulni. Amennyiben a most látható fejlesztések megvalósulnak, és a mezőgazdaság további fellendülése is bekövetkezik, ez Bátaszék számára további kitörési lehetőséget jelent, mondta Bozsonyi Róbert.